Azoknak, akik fejükbe vették, hogy leszeretnének fogyni vagy egészségesebben táplálkozni, a tanácsadók rendszerint azt javasolják, hogy a gyors éttermeket messziről kerüljék el. Műsorunkban most arra keressük a választ, hogy voltak éppen mitől egészségtelenek ezek az ételek, és hogy lehetséges-e sokak kedvenceit úgy elkészíteni, hogy a szaftos élvezetességük, ízletességük megmaradjon, de ne tartalmazzanak annyi kalóriát, ne okozzanak betegségeket. A Fit Timburger House éttermébe látogattunk el az Etele útra, hogy megtudjuk, hogyan lehetséges a gyors éttermi kínálatot egészségesebbé tenni. Mi az, amit egy átlag amerikai típusú vagy bármilyen gyors étterem egészségtelen dolgot vesz fel a kínálatában? Mitől válik egészségtelenné, hízlalóvá mondjuk az az étel, amit ezek az éttermek kínálnak? Hát én azt gondolom, hogy rengeteg cukrot, fehér lisztet használnak, és azt gondolom, hogy a marha hús pogácsájuk is nagy részben nagyon sok zsíradékot tartalmaz. Egyszerű át a képlet. Ha családunk számára egészséges hamburgert szeretnénk készíteni, használjunk teljes kiürülésű lisztből készült bucit, a marha hús pogácsához csak kevés zsírt tegyünk, amit serpenyőben a saját zsírjában süssünk meg, és a sült krumpli helyett héjában süssünk batátát, azaz édes burgonyát. A bőolajban sütést el kell felejteni, nem csak hízlal, de egészségtelen is. Ha pedig mégsem tudunk megszabadulni a rosebritől, mert annyira hozzátartozik a hamburger kultúránkhoz, legalább kókuszolajat használjunk a fritőzben. Maguk a gyors éttermek mitől lettek ön szerint ennyire népszerűek? Az emberek egészségtelenül is szeretnek élni? Nem gondolom, hogy egészségtelenül szeretnek élni, de divat. Tehát azokban a bizonyos gyors éttermekbe járni a fiataloknak divat. Azon kívül a szülők egyre többet dolgoznak, egyre kevesebb idejük van főzni, sőt a felnövekvő generáció nem is törekszik már erre igazából, hogy ő főzzön. Sokkal egyszerűbb, felkapom a gyereket, beszállok akárhova. A gyerekek ezt imádják, és megvan oldva a napi étkezés. Ennek azonban megvannak a veszélyei. A diétázóknak rendszerint fogalma sincs arról, mennyi kalóriát visznek be a gyors éttermekben az adott ételekkel, így könnyen túllőhetnek a napi célon. A legtöbb étteremben erre azonban már figyelnek, táplálkozási szakértők bevonásával kalóriatáblázatokat készítenek, és ebből mindenki pontosan megtudhatja, mi tehet még aznap és miről kell lemondania. Mire kell rendkívül vigyázni, mondjuk, hogyha nem akarunk elhízni, vagy le akarunk fogyni? Mi az, amit leginkább el kell hagyni az étrendünkből, és létezik-e az, hogy például komolyabb sporttevékenység, rendszeres mozgás nélkül is csak az étkezéssel lehet fogyni? Nagyon jó és hasznos, és egy szükségszerű dolog a mozgás a fogyáshoz, de ha már az ember egy kicsit kardinálisan átreformálja a konyháját otthon, iszonyatosan nagy sikereket lehet elérni. Csak édesapámtól kínálni, hogy 27 kilót fogyott mindaddig, ameddig nem kezdett el sportolni. És olyan dolgokat vétózott meg az egész ilyen napi rutinjával, mint például, csak mondok valamit, tehát hogy nem pörkölt el indít reggel. Ez egy nagyon fontos dolog. Nem kell mindent feltétlen elhagyni, tehát a radikális dolgokba szerintem a sportolók menjenek el. Egy átlagos, hétköznapi magyarnak nem kell feltétlen mindent menesztenie az étrendjéből, csak meg kell adni bizonyos időpontokat, amikor ezt lehet fogyasztani, meg az alapanyagokat kell egy kicsit átreformálni. Ez mondjuk egy 20-30 évvel ezelőtt, ez nagyon bonyolult volt, mert 20-30 évvel ezelőtt egy hipermarketben, egy piacon nem lehetett ilyen dolgokat még beszerezni, csak nagyon kevés helyen. De mivel most már azért nagyon gyorsan fejlődünk, az ember elmegy egy szupermarketbe, most nem szeretnék itt neveket mondani, de már mindegyikbe talált teljes kiürülési dolgot, talált rizslisztből készült dolgot, zablisztből készült dolgot, már szinte mindent, a tésztáktól, a tortilláig, a kenyérig már mindent lehet találni. És igazából egy picit csak át kell reformálni a dolgokat. A legnehezebb abban, hogy étkezési szokásainkon változtassunk az, hogy vannak kedvenc ételeink, amelyekről bár tudjuk, hogy hízlalóak vagy egészségtelenek, mégis vágyunk rájuk, hiszen megszoktuk, nagyon megszerettük őket. Én azt mondom, hogy egy csirkepörköltet is én meg tudok csinálni teljesen diétás módszerekkel. Zsíradék helyett mondjuk kókuszsírra csinálom, azzal pirítom meg a hagymát. Mi a hagyma az egy nagyon egészséges és egy jó dolog. A csirkecombot, hogyha mondjuk leszedjük róla a bőrt, leszedjük teljesen a zsíradékot, a csirkecomb az egy teljesen jó fehérefóliás húsforrás,
az is meg lehet a tésztát, meg használjuk egy durum tésztát. És igazából a fűszerezés az már olyan, hogy tehát nem a maga ezeket a fűszerkeverékeket használjuk, hanem minél több zöld fűszert próbálunk használni. És igazából ennyi. Egy nagyon pici kreativitás kell, és olyan emberek tudják ezt megcsinálni, akiben van hajlam. Tehát aki csak úgy várja ezt, hogy egy picit ez önmagától fog megtörténni, annak sajnos az nem. Tehát ebbe kell egy kicsi ilyen motiváltság, hogy ez így megtörténjen, de mindent át lehet alakítani. Az egészséges táplálkozás egyik alappillére a friss áruk használata. Persze különösen télen nehéz gyümölcshöz jutni, és ilyenkor gyakran nyúlkálunk az áruházak hűtőládáiba. De amit tudunk frissen beszerezni és elkészíteni, abból soha se vásároljunk fagyasztottat. Mi az, amit le szabad fagyasztani, és mi az, amit semmiképpen sem szabad lefagyasztani? Mi az ön filozófiájuk fagyasztás tekintetében? Hát én nem vagyok a barátja a fagyasztásnak. Mondjuk télen málnát nem tudok máshonnan beszerezni, akkor azt kénytelen vagyok így megvenni. De azt mondják, hogy attól még a minden vitamin és minden egyéb megmarad benne, én mégis azért inkább a friss termékek felé tendálok mindenképpen. A gyors éttermek desszert kínálatukkal is hódítanak, kíváncsiak voltunk arra is, hogy lehetséges-e gyorsan és egészségesen elkészíteni otthon egy megszokott finomságot, mondjuk egy palacsintát. Otthon bárki 20 perc alatt meg tudja csinálni. A sima fehérlisztes palacsinta helyett egy ilyen zablisztes történetet megcsinálni. És ugyanúgy működik, lehet-e finom az, ami egészséges, mert sokan ezért idegenkednek a gluténmentes, laktózmentes ételektől például, mert rossz tapasztalataik vannak, tehát belefutottak olyan termékekbe, amelyek nem volt olyan ízük, hogy rossz ízük volt. Igen, itt most megint csak visszatérnék arra, hogy erre a régebbi 20-30 éve voltak olyanok, amik mind kezdetlegesek voltak, nem voltak olyan jók. De hál' Istennek akkora termékpalettával rukkolnak elő most már a beszállítók, a gyártók, hogy lehet válogatni. Már egy laktózmentes mascarpone-t ugyanolyan az íze, mint például egy normális mascarpone-ra, vagy az állaga. Sokkal kevesebb zsír van benne, de mégis meg tudott maradni ez a jelleg, és azt kell, hogy mondjam, hogy attól, mert valami egészséges, az lehet nagyon finom. És itt is az, hogy a finom, ez mind relativitás, tehát amikor nem érzünk semmi mást egy sima hétköznapi ételbe, csak a nagyon tömény fűszerezést. Nem az jelenti azt, hogy valami finom. Tehát ez pontosan az, hogy egy lazacot nem biztos, hogy attól lesz finom, hogy szétfűszereznénk, hanem a lazacnak van egy jellegzetes íze. Az, hogy egy picit mi még megbolondítjuk plusz dolgokkal, így lesz egy egész. De magát az egészséges ételeket természetesen el lehet készíteni nagyon finoman és praktikusan, és itt a praktikus szót egy kicsit kiemelném a zöld fűszereknek a használatával, mivel tizenannyi fűszerezettség kell ahhoz, hogy elérjük ugyanazt az ízvilágot. Mondjuk egy ilyen hamburgernek az elkészítése egy kevésbé gyakorlott ember számára gondolom sokkal időigényesebb. Igazából a marhahúspogács elkészítése talán, ami egy kicsit bonyolultabb lehet, de igazából én azt gondolom, hogy minden étel, ami itt szerepel, az otthon is elkészíthető. Azt gondolom, hogy attól, mert valami egészséges, nem biztos, hogy sokkal több időbe kerül elkészíteni, mint mondjuk egy csülökpörköltet. Most felkeltette az érdeklődésemet, hogy készül a marhahúspogácsa? Hátszínből készül, minimális zsír hozzáadásával, ugye, hogy mégis szaftos maradjon, sóborson kívül semmi más nem tartalmaz. Végül pedig összegezzünk és fordítsunk le mindent a számok nyelvére. Ha betartjuk a műsorban hallott jó tanácsokat az egészséges hamburger elkészítésénél, azaz nem fűszerezzük túl a friss hátszínből készített marhahúspogácsát, csak kevés zsiradékot használunk a vaslapon vagy serpenyőben történő sütéshez, és ha képesek vagyunk lemondani az étolajtól tocsogó sült krumpliról és helyette héjában sült édesburgonyát fogyasztunk a burgerünk mellé, akkor 4-500 kalóriából megúszhatjuk a hamburgerezést. Ezzel szemben mondjuk egy átlagos hasonló méretű gyors éttermi burger, az hány kalória? Hát szerintem 6 és 800 körül.